Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mégpedig mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Mindkét képen a kelyhek jelennek meg, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Itt az ő érzelmeiről van szó, itt pedig a te érzelmeidről van szó. Nála fontos most a jelenlegi helyzet, hiszen befele fordul, visszahúzódó, nyugalomra vágyik. Itt ez a három kehely, ami össze van törve, jelenti a múltat. Itt vannak szomorú emlékek a múltból. Ezt neki fel kell dolgoznia. De van jövőtök, hiszen itt a háttérben megjelenik ez a két kehely, ez jelenti őt meg téged és a ti érzelmeiteket. Itt a háttérben a híd utal egy átmeneti időszakra, hiszen az egyik partot most elhagyja, lezárja a múltat, átmegy a hídon, és a másik parton van a jövő. Ami téged illet, látható a képen, hogy mosolyogsz, jó kedved van, és itt megjelennek a kelyhek, az érzelmek, de mégis a 9-es szám jelent korlátozásokat. Lehet, hogy te nem is veszed ezt észre, de mivel a kép az ő gondolataiban jelenik meg, akkor ő gondolja úgy, hogy nálad korlátozások vannak, de ezt nem mondod ki, hanem kifele így mosolyogsz, nevetkélsz. És az ő érzelmei, az itt látható bal oldalon. Itt az érméknél vagy anyagiakról van szó, vagy a munkahelyéről van szó. Ő nagyon szorgalmas, meg odafigyel az anyagi helyzetre, de van valaki a környezetében, vagy valakik, akik figyelik őt, és nagyon-nagyon kíváncsiak az ő anyagi helyzetére, vagy hogy mit, hogyan csinál, tehát kihat a munkahelyre is. Ők tudják, hogy ügyes, de ezt nem mondja ki egyik sem, hanem úgy tesznek, minthogyha ő hibázna. Ez számára nem egy kellemes helyzet, az itt is látható, de győzni fog. Lehet, hogy töpreng azon, hogy legyenek változások, például munkahelyi változás, de még bizonytalan, hogy tegyem, vagy ne tegyem, igen, vagy sem. Mivel itt egy hölgy látható a képen, jelentheti azt, hogy te is döntések előtt állsz. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Kell a belső nyugalom, a harmónia. Benne vagytok még egy szűkös helyzetben, de kiléptek ebből a helyzetből. Ez jelenti a felszabadulás érzelmét, és ez a varázsló segíteni fog ebben. Azon kívül jelenti a varázslatos kisugárzást, vagy a varázslatos vonzalmat kettőtök között. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy jó ajánlatot, tehát nem kell bizonytalannak lenni, itt lesz egy szerencsés fordulat, egy jó ajánlat. Itt lezárul valami, mégpedig a kihívások, és látható, hogy ő győzni fog.
csónak jelenti a reményt, de ez lehet egy külföldi kapcsolat, vagy utazások is. Ez a külföldi kapcsolat néha az interneten keresztül van. Itt megtalálja ő most a nyugalmát, amire jelenleg vágyik, és hamarosan közeledik hozzád olyan csiga tempóban, de mégis látható, hogy jönni fog. Itt a kígyó jelenti a megújulásokat, meg a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is a háttérben, hogy ki ez a hölgy, tulajdonképpen itt a varázsló valami kellemes dologra utal, tehát nem hiszem, hogy itt rivális nőről lenne szó, inkább valaki, aki segít. Ez lehet valaki a családból, lehet egy kolléganő, vagy egy barátnő is. Itt is látható egy szerencsés fordulat. És az ő jelenlegi helyzete. Ő áll a középpontban, elvárja az elismeréseket, ő rendezi a dolgokat, és a te jelenlegi helyzeted. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol oda szeretnél érkezni, ahova akarsz. A biztonság érzetére utal, gyakran jelenti a munkahelyi kapcsolatokat is, és akkor itt lehet egy kolléganő, aki segít neked. És itt középen van a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt betűkről van szó, és a régi írásmódról. Az O betű. Mit jelent most ez az O betű? Ami nekem eszembe jut, ország, vagy Olga, vagy Orbán, a miniszterelnök úr például. Hogy mi jut eszedbe az O betűről, ezt leírhatod a kommentárba. A régi írásmód itt van középen, olyan kacskaringós minden. Lehet, hogy vannak még akadályok, amit el kell kerülni. A kígyó is jelenthet mellékutakat. És ez volt a felvétel, egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!